Jeleztek, hogy itt vannak, nem hagytottam gyorsan. Még szamarak húzta, lovas kocsit is ellenőriztek a rendőrök a húsvéti hosszú hétvégén Tolna vármegyében. A hajtó természetesen a szondát is megfújta. A műszer nem jelzett alkoholfogyasztást, így az állatok és a gazdájuk már mehettek is tovább. Rengeteg rendőr volt az utakon az elmúlt napokban, több száz autóst és közlekedőt ellenőriztek, főként az alkoholfogyasztókat és a biztonsági eszközöket nem használókat akarták kiszűrni, és volt is dolguk bőven. Van a szombati napon, amikor fokozott ellenőrzés zajlott szintén Tolna vármegye útjain, akkor 144 olyan járműben utazó személlyel szemben intézkedtek, akik a biztonsági jövőket nem használták. Emellett akadt olyan járművezető is, aki gyermekét nem ültette gyermekbiztonsági rendszerbe, vele szemben is eljártak, illetve voltak itt a járművezetők is, akikkel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak. Ez azt jelenti, hogy nem voltak olyan mértékben ittasak, hogy büntető eljárást kezdeményezzenek velük szemben, azonban a zéró tolerancia ellenére a szervezetükben volt alkohol. Köszönöm. Az elmúlt 4 napban közel 200 szabálytalankodót fogtak el a rendőrök az utakon, az országnak ezen a részén. A szakemberek azt kérik, mindenki tartsa magát a KRESZ és a törvények előírásai, azaz ünnepeket követően is, hiszen ők folyamatosan az utakat figyelik. A legtöbb probléma egyébként a biztonsági övvel és az alkoholfogyasztással volt. Mindenkit kérünk arra, hogy ittasan, illetve alkoholfogyasztását követően ne üljön volán mögé, hiszen a baleseti kockázat óriási tud lenni ezekben az esetekben. Továbbá felhívjuk a figyelmet mindenkinek arra, hogy a biztonsági öv használata nem lehetőség, hanem egy kötelező eleme a járműben utazásnak. Tehát mindenkit kérünk arra, hogy a biztonsági övet használja, hiszen amikor ütközés történik, akkor a súlyos fokú sérülésektől, illetve a tragédiától megbenthet bennünket. Az alkohol és az öv mellőzése egyébként a leggyakoribb baleseti okok között szerepel idehaza. Utóbbi használata akár 80%-kal is növelheti a halálos sérülések elkerülésének esélyeit.